Most megpróbálunk hasznos tippeket és tanácsokat adni azzal kapcsolatban, hogy újrahasznosított alapanyagokból, illetve egy-két olyan apróságból, kellékből, ami otthonainkban is megtalálható, hogyan tudunk olcsón és újrahasznosítva nagyon ötletes, kreatív farsangi jelmezeket készíteni. Hát beszéljünk arról, hogy milyen alapvető újrahasznosított dolgok találhatóak meg a háztartásunkban, amit, hogyha szelektíven gyűjtünk, gyűjtünk, akkor most fel tudjuk használni a farsangi jelmezek készítésénél. Nagyon sok hulladék van otthon, sajnos most még sok, meg lehet előzni ezeket, amit fel tudunk használni. Hogyha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, akkor ez jó esetben újra hasznosításra kerül. Mi a háztartásba így magunknak újra tudjuk használni őket ilyen jelmezek formájába, és lehet ez kartondoboz, műanyag, petpalack, üdítős alumínium dobozok, nejlonzacskók, fémfóliák, a karácsonyról megmaradt csomagoló papírok, és ezekkel nagyon szép jelmezeket tudunk most készíteni, igazából ingyen pénz nélkül, kiegészítve az otthon meglévő egy-két ruhadarabbal. Milyen ötletes dolgokat, jelmezeket látunk itt most a kicsiken? Uh -huh. A kicsikén már van egy zsákba macska jelmez, és egy búvár. A buvár az is egy ilyen üres ásványvizes flakomból készült el, a zsákba macska pedig egy szemetes zsákból, és a cica farka pedig egy régi kiszakadt nejlonharisnyából készült el. Tölteléknek pedig kitömni ezt rongyokkal, de akár az üres nejlonzacskokkal is ki lehet Tömni. Ugye van itt egy robot jelmez, még meg egy szőlőjelmez, és most próbáljuk megmutatni, hogy akár négy perc alatt is egy kis túlzásad dobókockát is lehet egy üres kartonpapírból, ami biztosan van otthon készíteni. Igen, a dobokocka az egyik legegyszerűbb, tényleg csak egy karton dobozra van szükség, hogyha otthon nincs, akkor a közeli boltban be lehet szerezni, és vagy kifesteni vagy beburkolni más papírlapokkal egyszerű. A robot jelmez az is kartondobozból készült, és a karácsonyról megmaradt, vagy az alumíniumfólia, ami szintén hulladékként otthon megvan, azt nagyon szépen fel lehet használni, hogy egy ilyen fémes hatása legyen. Egyébként azt gondolom, hogy nem csak pénzt takarítunk meg azáltal, nem veszünk a boltokban új jelmezt, hanem talán mondhatjuk azt, hogy a szülő a gyerekkel együtt játszva készíti el a jelmezét, ez egyfajta minőségi idő is lehet. Uh -huh. Igen, talán ez a legfontosabb az egészben, hogy a, a kreatív alkotás közben ö, van lehetőség arra, hogy beszéljünk a, a gyerekekkel az, a hulladék kezelésnek a fontosságáról. Leginkább a hulladék megelőzése ugye a legfontosabb, de hogyha ez nem lehetséges, akkor újra lehet használni, új életet lehet adni ezeknek a tárgyaknak, és még hogyha mondjuk elvészük a szelektív szigetre, ott már ugye energia, utazás szükséges hozzá, de hogyha otthon ezeket újra használjuk, akkor, akkor egy még jobb újrahasznosítást választottunk. Egyébként hány éves kortól ajánlott ez a fajta környezet tudatosságra való nevelés? Ezt nem lehet elég korán elkezdeni. A környezettudatos szülőknek a, a gyerekei már egészen kiskoruktól kezdve ezt természetesnek veszik, és beépül a mindennapjaikba, úgyhogy bármikor, még ha nem is tudnak segíteni, de már ott vannak az nagyon jó. Köszönjük szépen az interjút, ahogy tehát hallhatták, és megpróbáltuk bemutatni is azt, hogy például négy perc alatt hogyan lehet dobókockát elkészíteni, mert hát láthatják, nem csak megspórolhatnak, és több pénz marad a zsebükben, hanem tényleg egy-két újrahasznosított alakpanyagból egy kis kreativitással zseniális ötletek születhetnek.